Ilyen káposzta, barga, ilyen vegyes csalamádét. Meg Finom. egy antibiotikumot. Ah. Nos. Jó, most talán. Istenem. Jó. Kereshetem? Aha. Igen. Van Bredinek hely még? Van. Háromra csináltam. Jó. Oda utazhatok majd az ISZ, nem? Persze, megint ugyanúgy. Jaja. Csak Bredi... akkor Bredi várja, meg még leteszem a sátrat, azt egyből a sátornál tudok kujéletni. Be tudsz jönni majd, Bredi. Jó, ha szeretnél, akkor viszont mi átmegyünk az évbe. A Hunter Classic beszélgetősbe, jó? Okés. Hogy a Bredi oda be tudjon jönni. Okés. Majd... Ez az FK-ban nem tud. Nem, nincs neki izé rangja hozzá. Ja. János kapcsolódva. Jó vadászatot nézem. Köszönjük szépen. Aha. Várjál, bab meg. Várjál, tagok és rangok hozzáadása. Na? Semmi? Hunter szobában te nem tudsz beszélni, vagy mi a szóval már? Ki? Te. Én. Hát az előbb is beszéltem. Hát nem beszéltél, mert nem hallottam semmit, hiszen némított volt a mikrofonod. Nem volt némítva. De. Mondom, hát én láttam, hogy némítva van a mikrofon. Mondom, neked, hogy nincs. Neked nincsen némítva, csak abban a szobában, ahol behúztalak, abban van némítva. Ja, nem hát a te mikrofonod, hanem abban a szobában. Hunterban is üzé rajtam van a rang. Rajtad van a rang, csak van egy külön szoba, egy Hunter, ahova személyek vannak hozzáadva. Ahova te is hozzá vagy adva, de mégis némítva van a mikrofon. Csak nem tudom, hogy miért. Tehát az nem ranghoz van hadva, hanem ahhoz ja. A személyekhez csak. Hát akkor nem tudom. Na. Nem értek a Discordra. Csúk. Igen. Aha. Akkor... Utazhatunk. Várjál. Én már elutaztam. Jó. Betöltöm a fegyvereket, és úgy utazok. Bredi, hogyha vagy, akkor kiabáljál, jó? Már akkor behúzlak ebbe a szobába, ahol vagyok most, vagy vagyunk.
Istenem. Hát tudom, én nem streameltem, semmi a szabálya nem volt. Lehet sok már a gépednek az. De ennél sokkal keményebb játékot. Meg simán tudok streamelni. Úgyhogy kilépek, meg belépek, meg minden. A Warzone az annyira egyszer a gépet, hogy beszélsz rajta. Jó, de közben nem discordozok. Hogyne, nem discordozni. Amikor beszélgetek discordon, ugyanúgy. Akkor passz. Istenem. Valami kevés ennyi mindenhez. 32 GB RAM. Nem tudom. Meg 6 GB-s videókártya, nagyon kevés legyen. Akkor a procit nem bírja. 40%-on megy a processzor. Őt most még kevesebben is. Akkor passz piros. Most még ráadásul ablakmódban játszok, hogy csak egy Windows gomb megnyomással tudjak lépni egyik ablakból a másikba, érted? De most, ahogy kifagyott, semmit nem csináltam, lőttem egyet a játékban. Mert amint kilőttem, azonnal meg is fagyott a játékom. Ahogy kilőttem azért, a vapitit. Hát jó, én két nyílveszőt láttam kimenni. És egyet lőttem. És onnantól nekem is megszakadt a kapcsolat. Mm. Majd visszatért, megint megszakadt, megint visszatért. Nem tudom, hogyha amikor én indítom, akkor a szén hostolom, igaz? Mhm. De nekem még a Steamed most írta ki, hogy a Hunter Classic-kal játszva. Mhm. Az majd kakukkóztak a felmérőzre. Itt van a pulyka előttünk, nem messzire. Pulyka, fekete farkú, meg ilyesmi. Van hely a számodra, Brady, jó? Csak kiabálja, hogyha jössz. A Dexhez kell belépni, tudod a belépő nevet és jelszót. Hello Flo. Önál Bendir. Csak utána szóljál, mert akkor belehúzlak a stream szobába, jó? Igazából a fekete parkút szeretnénk jobban, és én legalábbis azt szeretném jobban. A Roosevelt vapiti az fullra kész van, az már befejeztük. Nézett ki az a törzsnek a vége, mint a pulykának az ő faaktollai. Szétnyitva. Aztán meg ami jön, az előbb láttad Roosevelt vapitit is szedtünk, csak ugye hát azt nem vettem fel, mert kifagyott a hulladékjáték. Csak azt nem értem, hogy ennél sokkal keményebb játékok, ami sokkal jobban eszi a gépet, azt simán el tudom játszadozni. Ezt meg az árkot, ezt meg nem. Nem tudom, hogy... Ha a gép lenne Brady, akkor nem tudnám játszani a... Ettől sokkal gépigényesebb játékot. Hát
többi játékot tudom streamelni, érted? Freddy. Gond nélkül. Csak ezt nem. És néha ez is megy. Van olyan stream, hogy 3-4-5 óra, az semmi baj nincsen vele. Valamikor meg ilyen hülyeség. Tehát most vagy valamelyik izé, ez nem tudom melyiket használja, DirectX 12-t, vagy 11-et, vagy 10-et, vagy mit használ, ez 9-et, fogalmam sincs. Szerintem 10-et csak. Szerintem csak DirectX 10. Uh-huh. Még az XP-s motor, tehát XP-s rendszerű motorra készült a játék. Uh-huh. Tehát épp ez az, hogy nevetséges a gép igénye. Hát ez az, hogy ennél sokkal durvább játékokat le tudom streamelni, úgyhogy mellette Discordon is beszélgetek. Hát emlékszem, mikor a Division 2-t játszottam, hallod? Azt le kellett vegyem teljesen lóvra, mert annyira fogta a gépet. Azt mégis tudtam streamelni. Réri farkas menekül. Azt szaladt itt el. Már igaz is jó lett volna. Bősz. Majd lesz. Ha nem ma, akkor legközelebb. Nőstén bujka. Ó, bégöt. Igen, Brady. Igen. Nekem van hozzá egy jó beállításom. Mit akarsz kivenni belőle? Hát, ami nekem kell. Ja. Nem tudom, neked mi kell. Hát én azért visszarakom a sátor, vagy a utazós azért. Mert csak foglalja a helyet. Hát a hívók nálam vannak. Igazából lőszer van nálam, úgyhogy ennyi. És a menekülős farkas. Na, én begyüttem. Beindul a sajtcseszelő. Új kereszelő ez. Hátam mögött, hogy is a fülembe adja a hangot. Mindent is hívsz. Ja. Na, akkor várjunk. Várjunk egy kicsit a hangjelzésekre. Megint onnan fog végig lejönni a peremen, igaz? Aha.
Kétszer egymás után ijesztem meg ugyanazokat az állatokat. Óvatosan, Zsolt, óvatosan. No, biztosan level 2. Wow. Ez másik hang volt már. Aha, nőstény. Nem onnan jön lentről az erdőből. Igen. Ha minden jól megy, akkor talán az úton fog jönni végig. Hát ott fog jönni. Ugye, feladatunk, az viszont... Na. Még egy hímpulyka. Még egy hímpulyka. Vapiti az ugye megvan, az nem érdekes. Mi van még itten? 10 point küldetés. Aha. Vadpulyka. Meg a préri farkas ugyanazon vadászat alatt. 10 pointos küldetés. Ja. Na jó. Oké. Okay. És akkor még a fekete. Fekete farkó 120-as pontértékű, és 30 méterről, legfeljebb 30 méterről. Jó, már köd van, esik az eső. Igen, és a pulyka nem fog látni annyira. Hát, kevésbé lát. Na még amott bassza a rezet hátul. Zsolt, te mikor kezdted a vadászatot? Hogy az első nyuszid? Na mondjuk, megmondom őszintén, nekem se volt eddig még túl sok. Igaz? Sokat lőttünk. Én sokat lőttem. Itt a farkas bazd meg. Kurva. Hát a kurveget. Hát hogy figyelsz? Hát én minden irányba néztem, folyamatosan hallod? És itt nézegettem izével, távcsővel, minden irányba, és nem láttam. Ó, hogy a... Hát, ne röhögj, Brady! Ne röhögj! Hát, itt minden irányba forgolódtam, folyamatosan távcsöveztem, és egyszer csak itt van, ha? Fogadjunk, hogy valami csalás használsz ide, szkóp, vagy ezért... Fammal tetted. Dehogyis.
Basszus. Na jó, hát figyelj, a legjobb akkor is megesik, nem? Meg. Messzőre nem futott. Nem, mindjárt. Megpróbálunk. Na látod, kiabáltál azt azért. Majd akkor halkabban beszélek, jó? Azért riadtál, mert kiabáltál bent a sátorba. Majd most én figyelek. Azért, mert visszhangzik a sátor szerintem, mert nincs benne semmilyen berendezés. Az nem visszhangzik. Te csak reszeljél, jó? Reszeld a sajtot, meg kell a szendvicsre. Bocs, de fingottam is. Na most elnyomta a hangot, úgyhogy... Hallottam itt valami toporzékon mellettünk. Igaz? Ott a pulyka, jó, azt már látom. Ugye nézem, hím pulyka, nagyon jó, gyere pulykusz. És ez szépen jön lefele, nagyon jó, ügyes. Ügyes pulykusz undurusz. Kettő pulyka, három pulyka, négy pulyka. Jó, nekünk csak a hímek kellenek. Akkor nézzük. Na mérjed. Az egy hím. Ez itten. Mérd már be. Ez is hím, jó. Három hím jön. Kettőt láttam eddig. Ezt itt megszedjem? Szedjed. Jó, többi nem érte. Nem, nem. Jó. Ugye nézzük az itt, ami az úton jön. Pityesz! Nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot. Brady, neked köszönöm szépen a második hónapot. Valamelyik nap streamen kívül. Mind a kettő itt, ami jön. Azaz, a hátsót azt nem bírtam még bemérni. Valahol itt hátulról is jó. Ezt a kettőt, ez gyere. Melyik a tiéd? Hát nem viszem a hátsót, ha az jó neked. Az jó, első. Hátsót vigyed. Egy, kettő, három. Nézd, annyi pulyka volt. Még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab ment el. Meg főrepült amarra is 2. 7 darab ment el. Nem baj, reszelünk nekik. Fújja, de ízzé sípot. Mi ez a gyémánt? A neved előtt? Hát ez a VIP jelvény. Már rajtad van, már három hete, így ez.
kb. Még mondtam is, hogy használd egészséggel. Ugye különböző feladatokat, vagyis engedélyeid vannak így a chaten, akár linket is beszúrhatsz. Tehát a VIP-knak ez a külön engedélyük, meg adatik. Igazán nincs mit. Ez a kb. Azóta van rajtad, amióta a stream elementet én kidobtam a... Ott jön már visszafelé egy. Twitchről. Már egy jön a dombon lefele. Hím. Már tudod, ott jön a fáknál lefele. Még nem. De. Oké, elhiszem, csak én még nem látom. Aha, látom. Fú, de jó vagy. Mitű vagyok jó, mitű. Nagyon sötét van, kérem szépen, kezicsókolom. Azért van sárga szemüveged. Van, csak nem kapcsoltam be. Ott van a új pusz. Mi nem bírom bemérni. De hím, mert nyitogatta a fark szárnyát, vagy ezért farktollát. Olyan múlón van, vagy mi? Minden állatot is ide hívunk. Aha, hátulról is jön egy izé hím. Valami arról jön az a tiéd, ami erről jön, az meg akkor az enyém lesz. Nem, most megint itt a farkas, látom. Bazd meg! Én belelőttem. Az enyém benne van. És elzavarta a pulykát. Hát igen, mert arra szalott. Hátsó pulykát nem. Jó van, hát viszont azt a parkast azt meg kéne keresni. Majd idővel, nyugodtan legyél. Nem fog elbagolódni. Hát, láttunk már furcsaságokat ebben a játékban. Kíváncsi vagyok, mit lőttem neki. Nem tudom, én arra számítottam, hogy lép még egyet. Közben belelőtti. Hűha! Belelőttem a sátorba. Ja. Nyílpisztolyjal.
Hát mondjuk a te sátrad, úgyhogy úgy lukaszgatod, ahogy akarod. Pont itt volt az a kereszt szarja. Abba lőttem bele. Azért nem elmegy mellette, de nem. Na, imászunk, hogy még várunk? Nem. Sehova. Sehova! Elment egy 80 métert, azt összeesett a rózé. Farkas. Azt mondod? Persze. Attól látom a vérnyomot. Testet lőtté neki, de az nyilvessző, az dolgozik benne. Aha, jön a fel, jön a... Ez is. Elbújtam. Ez a fekete parkot hívod, hogy mit hívsz? Aha. De világos már arra. Itt a János, hol a János? Sola János. Öt fekete farkúból 130-as pontértékű kell, és 30 méter. Milyen 30 méter? Mi a fekete farkó kell, nem fehér? Jó, hogy belelőttél. Mibe? Újkát lőttem le, másik oldalt. Ja, jó. Elment a fekete farkó. Hát nem lőtted le? Hát, mert vártam, hogy közelebb jöjjön. Te meg lelőtted a izét. Te ezt valami. Jön a következő. Az nőstény fehér farkó. Még egy kicsit kellett volna kilépni az útra neki. Pulykát nem is láttam, hogy jön. Nőstény 40 és 65 kg. De neked hím kell, nem? 120 pont legyen. És fekete farkó. 130. Vagy 130. Na már elszaladt a világba. Mennyi, egy lőszer van még ebben a standpointban. Csak a nőstény van itt. Csak bele fog fulladni a vízbe. Na, hogy fullad? Na, meddig megy ez?
Meddig? Meg mindig világít a nyaka. Rudolf. Rudolf ott. Már lelassított. Összeesett. Még nem? Ja nem, ott állt meg. Még áldogál. Aha. Zavarja a fény szerintem a nyakába. Ez tényleg világítós. Szarvas. Ja. Jön a pulyka. Itt jön lefele megint. Jó. Tehát még mindig van valakinek tűzijáték, azt nem hiszem már. Mindig nyomkodják. Egyet, kettőt, még így a napokban még mindig lehet hallani. Hát na. Ködbe nem mindenki nyomta. Nálunk nem volt köd. Ja, nálatok nem. Nem. Ja, tényleg nem. Mutattam a Vidinyó út. Aha, igen. A srácoknak el is felejtettem mutatni egyébként itt a streambe. Nem mit csinálsz ott lent? Hát így látok fel a domboldalra. De minek? Hát a pulykát nézem, hogy melyik irányból jön, hát minek? Hát majd lejön ide. Ezen a rácson keresztül nem látok semmit. Hát oké, csak tudnak arra, hogy melyik irányból jön. Honnan várjam. Kettő. 3-4-5 darab pulyka. Hú, de micsoda lakoma lenne ebből te? Gyere már te, pulykusz! Már mennék a farkast felvenni. Vagyis legalábbis megkeresni. Ott van valami. Hát az... Az hím bizony, az hím. Mindjárt, hogyha be tudnám mérni, nem. Fekete farkú. Nem bírom bemérni. Az úton van. Hát hívjad. Mindjárt. Jaj.
Egyenlőre elfele sétálgat. Aha. Na, látod, vagy nem? Mit? A fekete farkót. Nem. Ott volt az út szélén, aztán ugye befordult a erdő fele, amikor izé. De jön, ott jön fent. Megint a... Meg kéne mérni, hogy hány méter, 30 méteren belül kinne. Hát az még... Az még nagyon messze van. A szím 50 és 75 kg. Egyelőre meg kéne találnom, hogy hol van. Most jött ki itt az úton. Itt jön ki előttünk kb. 50 méterre. Itt. Az 54 méter. 54 méter. 50 méter. Ez 30-ra kellene, hogy jöjjön. De nincs. Jön a pulyka hátunk mögött, kettő az út szélén, megint abból az irányból. Addigra bejön a izé. Mire azok ide érnek, most nem hívom őket, azt megállnak. Miért ér erre? Légy szíves. 35. 34, 33, 30. Van egy 120 vagy 130 pontos? Nincs mi? Nincs, 110-ig mutatja. Nekem legalábbis. Kicsi. Nem baj, ha már ide jön, akkor... Egy van csak. Mi? Pulyka. Dick. Ezt a büdös. Kurva anyátokat már, hát ne. Nézd oda. Tud, ez a tempoint te. Te nehéz elelőni. Mi? Nehéz elelőni. Jön még egy hátrább, aha. Még egy valami, fekete farkó vagy fehér, ott hátrább. Na, az fekete farkó, de az is kicsi, 25-től 105-ig mutatja. Biztos, hogy 130 pontos. Igen, 130 pontos. Megnézem, úgyhogy tartszem aludt, jó? Jó. Ja. 120-as pont értékű, 30 méter. Mondom, hogy 10-es lett. Picit arrébb állsz, mert semmelyik oldalról, se jobbról, se balról nem tudok megkerülni pici a sátor. És ha én lövök, lőjed. Hát lőheted. Akkor a válad. Na gyere. Gyere. Mi volt az? Pulyka, de mellé lőttem, szopjon le.
Öljed már. Igaz, hogy nem jó a tempoint. Nehéz vele főbe pulykát lőni. Hát jó, persze. Jó van, szerintem még mindig jön. Jó van. Hát az előbb lőttem mellé. Vanok már hány pulykot? 3, 4, 5 pulyka, igaz? 2 szarvas, meg van valahol egy farkas, megborulva. Meg egy pulyka. Pulyka is van valaha? Hát amelyik elszart a nyilvesződ, de. Egy pulyka elszaladt a nyilvesződ, de. Elszaladt? De, ne. Elszaladt? Ne. El. Biztos? Biztos. Elkopik a recselő. Igen. Tuti. Jó van, jó van. Na nézzünk körbe akkor ismételten. Ott van egy izé, az ott fekszik, ami odáig elsétált, az innen látszik, hogy világít. Hát a nöstény, ami tudod, ja, odáig elsétált, aztán írni fog az izé, a barátod. Jó, van ilyen, most mondok, majd én is visszaírok neki. Ott a pulyka, ott jön, jó. Egy. Na, csak most én pulykusz. Az nem kell. Ah, csak tojó. És ott a fekete farkú is jön, oké. Okay. Hím, 70 és 95. Ne. Mi van? Pulykát lőttem. Jó, jön a fekete farkú. Hol? Itt, ahonnan a pulykák szoktak jönni. Ja, látom ott a domboldalban. 30 méterbe kéne beengedni, mert ez nagyobb méretű. Etven és 95 kilogram. 155 pontig van. Jó. 36 akkor méter. Akkor a legfeljebb 30 méter, igen, az 30 méteren belül kell legyen. Uh-huh, igen. Jó. Ez jó lesz. Bleh! Azt mondja. Fújni kell, neki már nem jön. Jön az. Várjál még. Várok még. Mehet 20 méter. Az meg, elriaszt a pulykát. Nézd ma, hogy ugrál. Hát, na. Hát, de most belelőttem, ott van a mellkasába benne a hülyének. Az mégis elmegy. Hm? Uh-huh. Jó, szerintem szedegessünk. Mit szólsz hozzá? Nézzünk körbe. Én ma úgy körbe néztem, hallott, hogy ma a szemem ketté állt. Mindig jött valami. Jó, most arról föntről nem fog jönni semmi, mert elriasztotta izé.
Na, gyerünk. Jaj. Na, akkor... Folyó szedegetést. Kell bujkusz. Nekem kettő van összesen. Az pont az enyém volt. Mhm, látom. Oh, 71. Csak 31-et ért, 38-at ért. Kár volt lelőni. Na, mit lőttél az izének? Ez Bél. A Bél az... Az nem messzire ment a izé, farkas. Jó, jó. Réri farkas. Én viszem a préri farkasnak a nyomát majd. Te meg hozzad a izét. Az ösvérét. Na most így beledurrantottunk a gemszekbe, picit a pulykákkal. Te. Oh, te minden itt hallod? 119 gemsz. Az az enyém volt. Azt a rolteget. 63, hát azt szerintem top listás, 63 valahány pontos volt. Na, mit vigyek? Ez te a... Ezért hozzad. Ez a... Azért. Ne azt hozzad, emezt itt mellettem, azt. Azt a nyomot. Én viszem a ezt préri farkasfé. Hát akkor sem messzire ment. 119, igen. Igen, 119 gems. Ja, top listás. 63 egész valamennyi volt. Legalábbis közel van a top listához. Nem tudom mostanában mennyi a top lista, de valami ilyesmi szokott. Ja, ja, azt hiszem, pulykára fog vadászni. Na Bálint, sok sikert. Kell egy nyílpisztoly, egy sátor, meg egy reszelő. Most ennyi. Reggel 5 órakor indítod a szervert, azt reszelő. A reszelőjje van a... Aki. Önnyi pulyka nyom van hely. Akkor a izét viszed a... Préri farkast. Préri farakos. Rengeteg pulyka nyom van. Csak nincs préri farkas nyom. De ott. Meg az izét nem látom. Annyi pulyka nyom van, hallod, hogy jó. Sátor van, a reszelő nincs, nyilván. Hát vettem utaroktól a sajtreszelőt, jó lesz az is. Hát most visszafelé ment, hogy mit csinált, fölfele ment. Nem, arra lefele. János, állj meg ott, veszem ott a izé préri farkasod. Ja nem, csak nyom. Mehetsz tovább, majd szólok, ha megvan. Üget. Hova a faszomba üget? Na. Prémium farkas. Ez hogy szaladgált ez a préri farkas?
Nem tudom. Vissza-vissza. Lehet. Nem, ez itt meghűjült. Nem találok több nyomot. Jó, ajzé megvan. Szarvaska. Aha. Na. 80 kg. 21 méterről 147 pont. Jó, akkor megvan a 120 pont. Meg. Na, merre vagy, Dexi? Itt kóbászolok, elvesztettem a izőt, nincs több nyom tőle. Keresem a izőt, adottam forgolódot, vagy nem tudom, mit csinált. Nem tudom, Bálint, a fővadász urat kellene megkérdezni ezzel kapcsolatban, fogalmam sincs. Micsodát? Ma egy GM Coyote-t lőttem, az hogy lehet? 100 per kal? Nem tudom, hogy mire értette ezt. Az hova, ide fölfele üget? Ez szerintem valami bejövő nyoma lesz. Szerintem ez a Prairie Parkos, ez másodjára sikerült meglőni. Elsőre csak elsétált, tudod, akkor ugrott el. Aha. Lehet, hogy ugyanaz volt, és másodjára sikerült meglőni. Azért van ilyen sok nyom mindenfelé. De szerintem a bejövő nyoma neki. Ezen jött, mert üget. Úgyhogy ez nem lesz jó. Igen. Itt jött. Az lent ment, valahol átváltottam a izére. Bejövőre. Ott valahol lent, én szerintem ott lent végig valahol elment. Melyik a nyoma neki? Igen, az a bejövő volt, mert megy a sátor felé. Uh-huh. Ja, jó, akkor le kell menni. Ott van lent a, ott van lent a magas nyoma. Itt. Látod? Itt van lent. Uh-huh. Igen. Ez menekülős például. Igen. Itt voltál még, igaz? Ennél nyomnál. Nem ment arra föl. Ott van egy nyom fönt, az szerintem az izé. A bejövős. A bejövő lesz. A béllel az már itt nem messze össze kellett, hogy essen. A Prairie Farkas az nem bírja. Az túl messzire nem van ment. Egy nyom. Nem ment el 100 métert. Lassan már ott leszünk, hogy 80 méter. Ez üketős. Az nem, az bejövő. Akkor az bejövő, az nem jó. Igen, ott van. Itt ment lent, mondtam. Uh-huh. Igen, menekül. Arra. Igen, ott váltottam el én is, hogy ott felmentem, uh-huh, arra uh-huh. A nyomra. Igen, és igen. Akkor... Ott van a nyom, következő. Aha. Várjál, lassítsál, mert itt van egy izé, vagy egy fehér farkú, vagy egy fekete. Ugye meg kell nézem, mi a következő fekete farkú. Ez üget, ez nem jó.
Ez nem jó. Lent kell nézni. Oldalt. Végig itt ment akkor lent. Végig itt futott el a szélén. Vagy átment a másik oldalra erre már. De Béla a kojotének már itt valahol erre össze kellett esnie. Azt tuti. Annak már erre valahol összeesve kell lennie. Az nagyon messzire nem tudott elmenni. Főleg nyilvessz ott a következő lent. A következő nyoma itt van előttem. Az nem bírja a nyilvesszőt. Hát egy kis testű. Igazából. Igen. Üget. És miért arra fölfelé. Ez se jó pedig. Helyesem ez a nyom. Azt nézd meg ott a pánál. Menekül, ő az. Nagyon jó. Na jó, bazd meg. Rányomtam a fehér farkóra. Max az útig tudott elmenni. Béla. Meglátjuk, meglátjuk. Mert a szemből kapta, az írt neki belet, mert a Bél volt az utolsó, amit érintett a nyilvessző. De az ott biztos, hogy vitt izét. Mást is. Gyomrot vagy tüdőt. Nem látok következő gyomot. Megint, de minden más van. Itt lejjebb, itt a dombódába kellett haladnia. Megvan. Ilyen, mit? Megvan. Ott van lent. Mármint a nyom vagy a kojoti? A kojot. Na. Kiszúrtam messziről, basszus. Eddig jött a... Itt a vérzőnyom. Bél. Száz gemses. Igen, ez Bél csípőcsont. Ezt úgy kapta el. 24 kg-os. 52-es font érték. 100 gems, ez nem rossz. Na, küldetés teljesítve, ijesztős játék. Na. Nagyon jó. Akkor várja. Nézzük a következő feladatainkat. Először is akkor a betűnél járunk, az pedig fekete farkút jelent. Ejtsel egy minimum 10 tipikus ponttal rendelkező hím fekete farkú szarvas 50-es kaliberű elöltöltős fegyverre. 50-es kaliberű, azt szerintem neked nincs. Nekem se. Neked se? Jó, akkor ez ejtő. Akkor következő ugye a pácán. Pácán pulyka. Jó nagy pácán. Az.
pulyka, az pedig első egy pulyka közelebbről, mint 9,1 méter. Jó, gyere vissza a sátorhoz. És van a... endpoint küldetés. Vörös rókát 20 méterről. Kevesebb, mint 20 méterről vörös róka. A endpointos küldetés. Ez nincsen, tudom. Bushranger vagy... vagy... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, persze, persze. Mi a másika? Nem jut eszembe a neve. Ez a Del vagy mi a faszom, nem? Mit tudom én? Tudom. Ki tudja, írja meg a cseten. Hát akkor a fekete farkú az ejtve. Marad a 50-es kaliber. Az 50-es az a nagy büdös füstölő, nem? Né, én nem tudom melyik az 50-es. Mondjuk a... azt hiszem. Újka! Kaka! Újkaka! Nyomok ilyesmit, nem kellenek. Már a szalja. Rosszal lője. Erről is legalább hívom össze a bandát. Fognak még jönni 7-20 van. Mit? 7-20 van. Még igen. Hát 9 óra, 10 óra. Jobb esetben. Jön az egész nap végül is, csak akkor már ugye nagyon világos van, meg már felszáll a köd minden. És ugye jobban lát. Na mondjuk itt sátorba jó, vagy fára szerelhetőre. Csak azért nappal kevesebb jön napközben. Én legalábbis úgy vettem észre, hogy az a 9-10 óráig jó reggel 5-tű. Csak ez is úgy érdemes, hogy az ember az egyik játékba kirakja a szerelvényt, felszetappol, és akkor kirakja a sátort, azt akkor indít egy újat 5 órakhoz, rögtön a sátornál kezd. És akkor csak át kell jönni a izébe a lesátorba, azt már hívhatja is. És akkor kereken 5 órától nyomhatja. 8-9-10 óráig. Igen, bármi 5-30-ra voltunk itt kb. Ja. A sátornál. Hát ez ilyen az a pulykusz. A pulykus, pulykus. Közelebbről 9,1 méter. Jó. Hát akkor nagyon-nagyon közelre kell engedni. Aha. Annyira azért nem. 9,1 méter. Most kimenjek körbe, rajzoljam lábbal, mekkora a 9 méteres kör.
Nem tudom, azok mennyik voltak, ahol felszedegettük innen? Az több volt. Az több volt. Hm? Az 20-23 méter. Jó, hát akkor az ide kell jöjjön szinte a sátor mellé majdnem, hogy... 9 méter az az útnak a másik fele, itt a sátornak az oldala. Uh-huh. Itt meg. Hát, ahogy az útban vannak a minták, van itt a fehér minta, utána van fekete, és a következő fehér kicsicsík. Uh-huh. Nem tudom, te úgy látod-e a mintákat az útban. Nem lehetséges, nem tudom, mire beszélsz, de jó. Hát most nem tudom, hogy megrajzolni. Ne rajzold meg akkor. Bízd a fantáziámra. Majd mérem. Jó, jó. Holnap, srácok, fel vagytok készülve? Nagyjából 10 óra, plusz-minusz kis idő, eltéréssel. 3 óra. Lehet. Lehet, nyomjuk majd azért a farming szimulátort, a szokásos vasárnapi hosszút. Hát hosszút, hát ameddig meglátjuk. Tudod, mihez hasonlít ez a hang? Ha? Tudod, mihez hasonlít ez a hang? Mihez? Mikor Horvátországban dolgoztam, volt egy csávó, és álmába, miközben aludt, csikorogtatta a fogát. Jóha. Úgy morzsolta, vagy nem is tudom. De ott hogy... már voltak idegrendszeri bajok rendesen. Aha, és álmába. Ott a préri farkas megint. Hívjad? Ott... Hívom. Zuli is tudja prezentálni néha? Hát elfele megy. Na fújjad neki. Hol van? Hát a tó túloldalán. Tó túloldalán? Igen. Na most hallotta meg, mert most jön, látod? Fújjad. Hát én úgy fújjam, hallod, akkor a levegőket veszem. Fújjad. Jó messze van. Igen. A fülettől nem tudom bemérni. Na most fordul meg. Most fordult rá a hívóra. Ha elkezd dügetni, akkor jó lesz. Mackó, Nackó, hello. Jó estét kívánok. Tisztelettel. Na most nem látom már. Benne lehet a nádba? Nem, ott van az. Na, ott van, látom még. Fújjad. Hát ott csak megy körbe-körbe. Fújjad. Jó van. Miki van? Te csak reszeljed a sajtot már. Majd lesz a vendégsereg. Köszönjük szépen, Mackó. Még ha bele szoktam nézni, tudod a kőbe.
Milyen gömbbe? A seggömbbe. Oké. Ejtettem, hogy ezt fogod mondani. Azért hagytam egy kis esélyt neki, tudod. Jaj! Szerinted nem nézem ezért Zsozé atyát? Ő sütül el mindig ezt. Seggömbbe. Hagyjad már. Inkább tudod mit? Most ki a tálat. A picsádat. Gyere már te! Rémes. Rémes farkas. 340-nel lelője minden. Á. Ne, ne ijeszd el, jó? Ez a lényeg, ne ijeszd el. A többit meg csak bízd el a mesterre. Na az most az enyémét, az előbb lőtték olyatot. Jó, de hát lelövöm neked, mert egyébként meg elmenne. De neked pulykát kell lőni. Igen. Nem, talál ide a kojót. Dehogy nem. Akkor menj elébe. Mennyit kész, hogy abba hagyd? Mert már reszel az agyam is. Hát de kell a pulyka. Hívni kell a pulykát. Tűmore. Hallod, ez oda és vissza csak sétálgat. Ez nem jön ide. Na megint elfele. Elfele megy. Hűha! Ugye itt egész a gyorsaságot, a mackó-lackót, mi csak most üdvözölte a bot. Nem talál ide a víztől. Hát ezt mondtam, hogy nem talál ide a víztől. De ide találod szépen lassan. Köcsög nőstény jön az erdőből. Újka? Aha. Az is jó, vagy hímke? Azt nem tudom. 9,1 méter. Miért nem kerüli ki a vizet? Ugyanoda megy megint bele a vízhez. Érted? Ugyanoda megy bele. Mert a hangra van ráagresszírozva. De akkor, ha nem találom meg, akkor kikerülöm azt a pocsolyát? Hát legyen már ennyi esze. Buda buta. Jó szágok ezek te. A hangra gerjed. Na biztos, hogy erre a kerepelős valamire. Mert erre én se gerjedek. Hát az elfmegy. A föladta. Na ott forgulódik. Igen, ott forgulódik. Hány méter, az nem látom benne. Hát én ezt innen fogom kilépek. 240 méter. Kilépek, és szépen ott az erdő szélén végigmegyek oda. Azt ott lövöd meg? Hát, vagy más felé hívom meg. Íjjal lőjed. Amúgy egyébként csak azért, mert 100 méter a hívónak a hangja, és az meg 250 méterre van. Uh-huh. Sőt, 263-ra. Úgyhogy szerintem az nem hallja, az csak ott el van, mint Marci hevesen. Az csak ott úgy el van magába. Várja, hogy te kimenj, azt megszerest. Törődést kell, nem? Ölelést. Aha. Menjél nyugodtan még. Még messze van. Közben fújjad. Szólok, ha megindul, ha feléd jön.
Szépen lassan mennyi. 200 méterre vagy még tőle, úgyhogy mehetsz. 100-150 méter a hívónak a hangja kb. Mhm. Mármint a hatóköre. Most vagy 70 méterre. Tehát ez azt jelenti, hogy 190-re vagy tőle. Mhm. Újjad közbe? Újjön. Jó, jön feléd, fut. Hasalj le. Hasalj le. Ott van. Fut. Most megy feléd. Megállt. Akár csettingheted is. Hát. Nem a legjobb lövés volt. De hogy is nem. Viszi magával a nyomjelzőt. Hát. Ballakhatsz utána. Viszi magával, van egy bordó és egy piros vérnyom. Aha. Idő és szív. Aha. Neked meg 9 méter rüke? Jó. Jön egy nőstény, nem tudom jó lesz-e. De. Kilenc méter, igen. Az anyja ez veszett pulyka, bazd meg. Ez hogy szalad, hallod? Így. Ma van. Megvan, itt van, fekszik. Jó. Ez keresztül ment rajta. Lapocka csont és jobb tüdő. Ne. És miért kaptál nulla? Nem tudom, ez nőstény. Nulla jutalom. De ez miért? A nőstény izé nem fizet. Na erre mondjon akkor valaki most okosat, a nőstény nem fizet. Ne. A nőstény kolyok nem fizet. Azt mondtam, az hülyeség. Brady, a nőstény kolyok nem fizet. Brady, a nőstény kolyok nem fizet. Mi van ezzel? Aha, rohadjon meg, jó a látásra a gecinek. Észrevedd, bazd meg. Bejött 20 méterre, meglátott, és hanem is ment. 20 méterről meglátott, bazd meg a sátorba. Ezek szerint akkor nem fizet a nősténykolyat. Szomorú.
ez a izé, ez a nyomavérzés nyoma a nősténynek. Mi? Nőstényvérzős nyom. Fekete farkujé. Ja, nem mentél el meg felvenni, ott van a fák mögött. Tudom, hogy ott van. Nullába. Minek sétáljátok. Vadászponté. Hát azt hát tudtam volna, hogy ez a kajot, ez egy nőstény is nem fizet. Ott van egy fut valami. Hát igen. Nőstény. Nőstény. Nőstény fehér farkó. Ez nem érdekes. Ha ez nem érdekes, de azért még utána durrantasz egyet. Össze is esett. Látom. Jó. Etikátlan találat volt. Na jó van. Vagy ez a 340-es volt, nem a 300-as. Hát. Ilyen ez. Hát. Szerencsére a fővadász úr nem látja. Mondjuk még a 300-as is sok lett volna neki. Na jó. Menjünk-e valamerre? A fekete farkút azt most így nem tudjuk folytatni. Újkor szerintem már most... Hát bejött 20 méterre, azt elment mind a kettő. Jó. Akkor vedd fel a sátrat. Van nálad minden? Várjál. Mi van akkor, hogyha indítasz egy ludazást? Hogy a pumpást kipróbáljam. Melyiket? Újasat vagy avasztat? Á, mindegy. Újasat, az jobban fizet. Jó. Hát az újas is. Akkor kilépek, jó? Jó. Kilépek is, akkor várom a következőt. Jó. Egy üzenet. Én két levelet is kapok, doktor. Atok bácsitó. Pecabej. Campington. Nem 5 óra. Pumpásat megvettem, kérem szépen. Mit? A pumpás 7650-ér. Lőszert nem kell venned hozzá. Tudom. Tudom, láttam. Újra is indítom a launchert is. Akkor újas lúdra megyünk. Jó, lehet. Lehet a ludazás. Na, egy gyors pösi, és akkor jövök vissza, jó? Addig elindul a szerver is. Már kész. Nem. Nem kell. Az
azt mondja, hogy lőszer. Lehetetlen. Na. Na. Jöhet. Már is. Brady vadászik már. Aha. Valakivel. Majd öltözzé át, mert a rövid újút vegyél főn. Na, az meg jó kifogtuk, eső van. Dörög villámlik. Na, rövid újút. Aha. Most nem kell 300-as bent legyen, meg ilyesmi. Nem. Elég csak a pumpás. Igen, meg a 90 lőszer. A 22-es pisztolyod nincs, HMR-ed nincs. Esetleg utána nyúlni, ami elmegy. Aha. Ha őt popázik, a vízibi baj. Van vízibi baj. Banteng. Aha. Ez 300-asra lehet? Nem, azt íjja lehet. Tempointa. Jó, akkor a tempointon bent hagyom. Hát nem fog ide jönni, ne félj, ha lövődözünk. Jó, azt elhiszem. Végül van. A halálfaszára. 12-es pumpás. És akkor madársörét, igaz? Ja. Ó, van, elmegy a viharpont. Jó. Na, kérem szépen. Gyere, jönnek. Már ő jönnek. Kelet felől. Gyere. Ben vagy? Rugolj le. Jönnek is. Öten, haton. Figyeljé, találhatsz. Látod, merről jönnek? Látom, mit vannak. Mehet. Jó, többire ne fárazd. Hát abból nem hiszem le, messze van. Ha.
Ez hány óra akkor érdemes? 7 óra felé szoktam indítani, és akkor 7-8 felé megindulnak. Általában egy fél órát szoktam rászámolni. De most szerintem 10 percen belül jöttek. Igen, mert 7 óra 10 van. Jó, az a pumpás, hát? Jó, csak még mozog. Ha még mozog, addig térd el belőjé vele. Meg ezénél, DP is az egered? Igen. Akkor madárnál mindig egyet kattints rá. Na, hogy rá? Hát a DPI számot emeld az egéren. Miért emeljem? Mert gyorsabban tudsz mozdulni a madárra. Hát hallod, húzok az egeremen kb. 3 centit oldalról, szinte körbefordulok. Fogba. Akkor jó. Mert nem mindig egy irányból jönnek, van amikor kettőből, azt akkor gyorsabban át lehet fordulni a másik irányba. Én azért szoktam ilyenkor rákat kintani. Egyet a DPI. Nekem most be van állítva a DPI közepesre. Tehát olyan kb. 3000-en van most. Ja, hogy te neked állandóan azon van. Persze. Nekem nem. Nekem olyan csak ilyenkor, amikor madarászok, akkor veszem egyel följebb. Hú, de jó, hogy esik az eső. Dörög villámlik. Jönnek a hegy felül, úgy látom. Igen. Egy ötös raj. Nem látom őket. Nem, mert ötös. Gugolj le, Megi. Ilyenkor, amikor hívom, akkor gugolj le. Nem öltöztem át. Mindegy. Meleged lesz. Nem volt időm, hát már zavartad be fel a sátorba. Ötös. Ez magasan megy, nem jön le. De, négyen lejönnek. Mind az öt lejön. Nem, négy jön csak. Aha. Melyik oldal a tied? Mindegy, ami jönnek a verdő felől, várjál, mi nem jöttek be. Egy ment el a négyből. Jön egy másik csapat ugyanarról. Igen? Igen. Akkor nem megyek ki. Nagyobb. Az egy nagyobb plak. Akkor nem megyek ki. És abból már lejött. Kettő. Három? Nem. Kettő csak. Figyelj. Fordulnak. És mehet. Mindjárt. Melyiket lövöd? Elsőt, hátsót? Hátsót. Az kié volt. Mind a kettő az enyém. Kezdők szerencséje. Nem. A tudás hat alma. Na, kimehetek átöltözni, hogy mi van? Nem, jön a másik flak. Már megint? Egy felől. Éj, more.
Hát ludázni jött én, nem? Mi van? Guggoljál le. Na most még nem lesz meleget, mert esik az eső. Hát abból nem tudom, messze jönnek. Szerencsénk van, jön le belőle. Még egy jó nagy csapat. Jó, mert esik az eső, meg vihar van, ilyenkor hülyébbek a ujjas ludak. Könnyebben lejönnek, mint napsütésbe. Na, ebből egyik se jön. De jönnek, ott jönnek a négyen. Hárman. Opa. Jó, az már messzire van, túl magasan van. Bazd meg, nem töltöttem be a HM-et. Jön még egy csapat a hegy felől. Jó van. Mi a baj? Semmi. Kezd meleget menni. Nem nagy, hármas csapat. Ludika, gyere le, Ludika! Hívom én is őket, jó? Aha. Dátek, Ludikák! Áp, gyertek! Hülye az kacsa, áp. Jó, mind a három. Az egyik, mint a drón, úgy jött lefele. Aha. Mehet. Hát ez már rohadtul fölment, már rohadtul fölment, ja. Na, de meg már leszed. Jó van már. Jönnek megint, hogy mi van? Azt hallgatom. Igen. Vagy azok lent mennek? Nem, lent mennek. Na most kimehetsz átöltözni. Hol röpköd? Ja, amott lent mennek. Na, most hirtelen egy párat lekaptunk, az jó volt. Jó. Hullottak, mint a legyek. Ja, te már szedegeted is? Hát most, ha már kint vagyok. Az az enyém volt. Bez.
Akkor most te vagy a visszahordó kutya. Jó. Hát a következőnél leszek, jó? Hát neked úgy is kell a vadászpont. Minden is. Csak János? Mond. Figyeljél oda izére, a vízi bivajra. Nehogy hátulról megpippeljen a nagy szarvába. Jó. Mert itt vannak olyan állatok, tudod, amit bántanak. Lövődözésben szerintem ugye nem jönnek. Nem? Akkor jó. Nem vagyok a félős fajta. Jó. Közel van a sátor, csak nem tudsz ott éledni. De van még kemping cuccod. Csak nem nálam. Úgy is háznál tudsz éledni csak. Mhm. Volt, amely 9 gemset adott. Hát igen, van olyan kicsi nőstény. Ilyen 2 kilós, meg 1 hetes, azok nősténybe nem sokat adnak. Na, van még valahol? Így konkrétan nem látok, de majd még mielőtt kilépünk, majd körbenézünk. Majd most kutyát akarok venni, visszahordót. Akkor nem kell kiszaladgálnunk. Uh-huh. A nyúlése az visszahordja. Jó van. Ej, de faim, hunteres pólód van, honnan loptad? Nézed már ma. Nagyon zavarba gyűjtem, Maunika. Ez a papagájokat nem lehet lelőni? Nem. Igazítanak. De azok nem papagájok. Akkor teljesen mindegy, mik azok. Löpkék, meg dönöverek. Dönöver. Dönöveri. Habár mondjuk lehet, hogy van benne papagáj is ott fönt. Nagyon zöld. Aha, de ami ott a hegy felé kering, az dönövér. Mi ez a teniszálló? Madár les. Vízi madár. Vízi madár. Vízi madár les sátra. Hiangó. Álljál Dexnek az orrára. Meg lelövöm az éve sokkal. Jó, hogy vagány vagy avval a vízével. Olyan nekem is van. Micsodád? Hát olyan pumpásom. Hát tudod, ezért az itt kezdődik. Hát, neked az van? Így. Mi? Az a pumpás. Nem az van nálam, a 10-es van nálam. Ja, 10-es van. 12-es. Na, ugye nem jönnek? Ebben már úgy kell venni a lőszert. Ez messzebbre hord, vagy miért? Igen, egy kicsivel. Ez még a 50-55-öt elviszi. A pumpást az 50 megállítja. Már az előbb láttad ott, amire most utoljára rálőttél, megemelkedett csak. Igen. Még ha a 10-esen mellett volna töltve, még abban még elbírtam volna vinni azt. Na, figyuka. Na, figyuka. Elejtés 8, 256 gems. Öge. Azt mondja Brady, hogy az még a 80 métert is. Mi? A 10-es. 80 métert? Uh-huh. Hát azért mondom, az 50-55-öt biztos, hogy visz. Pumpást az 50 méter, azt tudom, megállítja. Hát... Ja, 50 inkább. Az a stabil az 50 a pumpás. Az elég mennyi jött most meg, már semmi. Hát most lement az első flak. Na, jön a következő.
addig hidratálás van. Fű vadászmester uram. Kérem, engedje meg, hogy panaszt tegyek. A Dex vadásztársam olyan fegyverrel lőtt meg egy fekete farkút. Pitújjál már be, árulkodós Júdás, nem kap piros tojást. Na jó, van, elnéztem. Ja, de minden vadászat során elnézed? Nem. Azt mondja, Brady, hallgatom. Oké. Ne hallgass rá. Be akar mártani csak. Le akarja járatni az öreget. Hát ezt kell tenned neked velem. Elhozlak rudazni. Itt feláldozom a drága emsegbű meg gemsegbű feláldozott itten bójákat, meg sátorokat, mindent, ide fingasz a vízigles sátramba. Dögöket vettél, hát nézd meg, ott úsznak a víz tetején. Azok dögök. Ezt tesz ez velem. Dögök, hát ne ezért ma itten. Hát azt ingyen dobták utánad. Aha, ja. 1700 emsért, tényleg. Jönnek. Aha. Négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Azt számolod, ami lejön belőle. 2, 3, 4, 5. Na, 6 lőszerem van, akkor ezt mindazok elszedjem, jó? Ott is vannak, most mennek. Hol, kik? Az már messze van. Meglövődöztünk. Megpróbálhatjuk, de... Most lejött? Bazd meg, nézd meg, lejött 2 belőle, hallod? Megfordult 2 a hegynél. Ott jönnek látom, szembe. Látom. Hidratálás van. Köszönöm szépen, Bradikém. Figyeljé. Igazán kedves vagy, kedves barátom. Gyorsnak kell lenni, mert mögöttük jön egy raj. Az a tiéd. Mi van? Na azért. Hát csak vártam a megfelelő pillanat ott. Ja, jó, mert tudod, hogy a sátorba essen, ne itt össze-vissza. Érted? Két csapat is jön? Na, akkor csapatoljad lefelé őket. Várjál, már be kell töltenem. Van 6 darab lőszer. Hújjad! A másik meg a hegy felől jön. Na, látom. Na, most az RNG nem tudja eltállni, melyik bű adjon le. Jó, itt lejött. Na, le 2 bű. 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt. Jön majdnem mind. 6-ot. Figyelj, fordítom őket. Neked már messze van. Messze van. Jó van. Még neked lőszerem sincsen. Hát tegyél be. Már 30-at elpukkantottam. Ne. Ezért 120 pontos az már meglett. Azon meglett korábban. Utána lőtt egy etikátlant, mert melyik előtted meg? 340-nel. Fehér farkút, nem a 300-asra. De nem, de hát a 300-assal is sok lett volna neki. Ez véletlen volt, meg már úgyis léptünk ki fel abból a szerverből, mert ugye pulykák már nagyon láttak, tehát már nem jöttek. Jó. Hát már 20 méterről észrevett. Úgy a sátorba bent. Ja. Úgyhogy ott hagytuk. A fekete farkút nem tudjuk folytatni, mert nincs 50-es kaliberünk. Ja, ez van.
Jó, ez ludazunk, gyakorolsz egy kicsit. Hát meg amúgy is, ha megvettem már azért a pumpásat, akkor hadd lövődözzek már vele, nem igaz? Egy ott jön fönn. Egy magába, az előbb, amit elengedtünk. Egy maga van, az mekkora hangzavarral van. Beszélgetek. Gyere le. Nem fog lejönni még. Nem. De lejön, tessék, tied. Neked adom. Nincs nálam puska, úgy csináld. De nyakon lőtte szegényt. Zuhanó repülésben volt. Ennek a küldét csinálod? Ugye nem néztem a küldét, hogy mit kell csinálni az ujjas lúdnak. Ennek a küldéjével még én sem boldogultam. Állva kell szörényes szarvast dupla tüdővel lőni. Ugyanazon vadászat alatt. Várjál, a ujjas lúd? Ujjas lúd küldetés. Ujjas lúd az úgy kezdődik, azt hiszem. Hogy nem. Nem hangot kell. Nekem most Harvest Banteng. Bantenget kell lőnöd. Egy bantenget. Az 300-as kartot. Azt mondja, Sambart Dex. Sambart. Akkor... Sambart de Janeiro. Ja, az nem az. Jönnek, jön egy rajt. Sambart de Janeiro. Na, mester figyel mindenre, azaz. Köcsögök. Újjá, kocsogók, hogy nem jöttek le. Ó, kocsogók. Mind meg fogunk halni. De jön. Jön kettő belőle. Az meg három. Süket az. Hallod, egy raj meg ott jön mögöttük a hegy felől. Meg, de jó, hogy mellé lőttem minnek. Jó van, nyugalom, itt vagyok. Nézd csak, hogy mekkora jön? Rohadt nagy jön. Aha, azt mondom. Kicsit ódalazva tartanak, de amarról is jön a nap felől. Jaj, mekkora csapat jön a nap felől is, te. Az igen, na. Újjad. Az egy, oh. Az egy 20-as flak. Az. Az melyikből jön le? Lesz itt ropogás. Más nem a gatyába. Egy, kettő, egy, ebből kettő. Kettő jön belőle. Három, négy. A négy. Öt. Jaj, a rövid hívó. Ezt elbasztam, vártam egy picit többet. Addig ott mind a kettő megemelkedett. Igen. Kicsit sokat vártam, mert itt voltak pont a fának a takarásába. Aha. Azt hagyd a francba. Ajj, basszus. Mindegy. Nem minden kör sikerülhet. Ja. Nem lehet mindig jól járni. Ezt kérdezítek meg. Nem.
Na menjek, fussak egy kört, összeszedjem. Ahogy gondolod. Úgy futatok én is, amit tudsz. Nekem a oldalra jó, segítek. Ebben három lövés. János, három. János. János 62 méter, János 31 méter, Ronondex 29. Kemény. Kemény. Megvan 25 darab lúd elejtés, János. Előbb írta ki. Köszönöm szépen, nem figyeltem. Nagyon koncentráltan rajta voltam az én célzáson, meg a szedésen. 3,5 kilós. Ez jó. Még van? Hát most itt gyorsan körbenéztem, nincs. Még kettőt találtam ott a kis tavacskában. Gyere, gyere, meg jönnek. Legalább egy tízes. Jövök. A hegy felől. Hát az még messze van. Ez meg jó, oda-arra mennek. Kicsit elfele tartanak. Ha kifogy a lőszer, akkor újra kell indítani megint? A 90 lőszer. Hát én már második csomaggal lövöm ki. Igen. Hát én úgy, hogy a második csomagból van még... 22. Ja, hát sok az még. Na második csomagból most töltöttem be az első hatot. Az messze van. Fújja csak. Na igen, én is úgy gondoltam, hogy kapok. Igen, már csak 90 lőszerig van ezért. Sajnos, nem baj, ez jó van, ez azért még az, még elegendő, elég sokáig. Persze. Jó, ebből nem jött le egy se. Meg hát az a helyzet, hogy addigra már úgyis 9 óra lesz. Gyurlat, már 20 óra 10 perc. A toll. De akkor leesett volna, mint hülye. De nem, hát és akkor csak főszedni kellett volna. Olyan magasról összetörik magukat szegények. Dehogy is. Már egy bűsült libaként esett volna. Ja, értem. Meg kellett volna picit sózni, tudod, hogy így ilyen nézében. Ropogós lett volna. Ropogós, úgy, ah, de finomabb, a bőre. Új, te. Liba tepertő, jajajaj. Igen, Brady Game hétvége van, tudod. 9 óra az 9 óra nálam. Azért nem lehet határtalanul. Reggel elkezdtem már a játékot. Streameltem reggel. Hallod, Brady, nézd már, már ott világít a pizsamája. Hol te hülye? Hol? Keresem. Na most lőtték föl. Nem sok olyat, olyat rádverek mindjárt ezzel a 12-essel a tarkódra. Fú, láttam olyan izé. Az amerikai rendőröknek van ilyen, ilyen shotgunjuk. Na igen, igen. Ugyanilyen hát fekete. Most megmondja az asszony, hogy benne volt a tévében, vagy nem tudom, hogy hol a hírekben valahol. Egy Berlinbe egy fiatal családot nyírtak ki. Az hagyjál izé. Tudod mivel? Mivel?
láncfűrésszel. Ó, bazd meg, az gyönyörű. Láncfűrésszel. A migránsok Németországba tűzijátékkal lőtték a tűzoltókat, meg a rendőröket, meg ilyeneket. Kifosztották, meg felgyújtották a mentőautót a migránsok. Elkapták őket, becsukták, benn voltak 5 napig, az kiengedték őket. Tudod mi a baj? Tudod mi a baj? Az, hogy a hülye német állam azért nem dolgozik semmit, csak itt van menekültként kap, hogy ad nekik 3000 eurót havonta. Én nem keresek 3000 eurót. Azt én dolgozok, érted? Ha nekem is azt kéne, hogy ne dolgozzak, bazd meg, és akkor kapok 3000 eurót. Na ez a baj, látod? Hát igen. Örülök, ha felét megkeresem, ha viszintem. Busz megállót szétverték. Jönnek. 2, 4, 6 darab. Szembefordítjuk őket. Innen már kezdem is majd őket. Aha, már mehet is. Atok balfasz. Mi van ezekkel már, hallod? Hát konkrétan rájuk lőttem, az semmi. Oké, ott egy párat, 2 kb. Leszettem, de többi nem. Hagyd a faszba. Hagyd a francba. Hopp, egy megva. Jó, messze leesett. Látom. Megy a faszom olyan messzire. De el kell menni. Még a kutya sem vissza. De hogy is nem. Hülye vagy te, tudod, hogy milyen messze van az? Minek lövöldözöl olyan messzire? Hát minek? Gyakorolom azért, a támlövést vele. Azért, hogy gemsed legyen belőle. Jönnek megint a hegy felől, nem? Nem. Nem. Ja, főleg ha 10 gemset, mi? Az a távoli az adott 6-ot. Hát ne lőjjél túl a célon. Ízgems, mint álmodozol már te. Hát ízgems. 50-60 meg 70 gemseket kéne adni. Hát kéne, meg adogat. Meg annyikat adogat. 3-7. Nem is 500. Tudom, azt hiszem 4 kiló a legnagyobb benne. Na, 17 elejtésem van eddig, neked 11. Mit csinálsz? Na, hát elős lemaradásban vagyok. Ja, de az én lőttem a legnagyobbat, azért figyeljél már oda. Figyelj, ez kurva véletlen volt. Aha. Az közel volt a 4 kilóhoz. Na, egy a lényeg. Szedjed az édet, a fújődet, aztán nyomjad. Hova? Hát? Seggedve? Na, gyakoroljál kicsit. Hát de nem jön semmi. Én adom a hangot. La 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 la. Azaz. Jó lesz. Kezd petét adni. Na, hát akkor még nem jön semmi. Addig rá... Tegyük össze az állomány. Rákoczanunk a... A dikolyt ne szedjem fel, azt mondjad, jó? Azt ne. 3-6-os, tessék. 6. Valami szólt. János, onondek. Jönnek. Ja, nem elmegy oldalt, hagyjad, engedd el. Az messze elmegy. Jó, erre nem hiszem, hogy vannak. Nem látok azt a nagyon messzit nézem meg, hogy hol van, de... Hát az borzasztó messzire van.
Hát itt valahol a domnál. Itt jönnek megint. Hol? A fejed fölötti. Itt, nem is látom őket. Itt vannak, bazd meg. Négyes. Gugolj le. Az jöttek? Nem. Ezek úgy elmennek, mint a sicc. Nem is hallottam a hangjukat. Megint ott mennek jobb oldalt. Egész a hegynek a vonalába. Hát azokat nem tudjuk elérni. Nem. Már majdnem megvolt az, amit távol előttem. Ott van a nagy dom túloldalán. Igen? Aha. De simán volt egy 150-160 méter. De lehet még több is. Srácok, ki mit vacsorázik? Vagy vacsorázott. Majdnem ugyanannyi gemsem van, mint neked, aztán négyel kevesebb állatot lőttem. Uh-huh. Viszont 19-es azonosítottam, te meg 12-t. Mert te azért a Hunter méter is azonosítod őket? Nem, hanem puskával, hogy figyeled. Ja. Tehát, hogy amikor olyan közel van, akkor elméletileg a puskával is, mikor célzol, akkor tudod izélni, spotolni. Nekem nincs egy idő, hogy beszpotolja, szerintem. Na mi van, nem jönnek most meg. Ezek a dikolyok is, ezek is adnak hangot, vagy? Nem, a csapkodó szárnyú az csak a szárnya csapkod. Ja, értem. De hát az, nem is tudom, 8000 gems, vagy mennyi. Tehát egyet-kettőt érdemes belevenni egy ilyen zűrben, nem? Venni akarok egyet. Egyet mindenféleképpen akarok venni, mert az 6-tal ér fel egy darab. És az be is csalja őket? Persze, ugyanúgy. Akár ha végig várnánk, akár még le is szállnának? Persze. Persze, hát leszállnak a vízre. Na, bazd meg, nincs meg a izve. Nincs meg az, amit lelőttem. Pedig itt volt, itt világított. Megeszem az al, ha még egyszer nekem jön LTS. Ja, az ait. Még egyszer nekem jön LTS 2-ben. Na, szép vacsora lesz. Ugye, úgyhogy készít a gyomrodat, meg a gyomorsavarat, mert azt meg is kell valami észteni. Még egy picit rágós, tudod, a egyes jön. Meg ott van 4-es, 5-ös.
5-ös, az mondom egy 3-as. Fújjam nekik. Amonnan, ja nem. Valahonnan lejött. Aha. Honnan? Itt jönnek ebbe az irányba, a sátor felől. Jani bátyja, minden armat leszette? Nem lőttem egyre se. Az a baj, hogy nagyon fölfele nem lehet már nézni. Tehát nagyon fölfele, úgy föléd nem tudsz nézni. Igen. Az a baj. Azért kell megvárni, hogy túlrepüljön rajtad. Igen, igen, igen. Tehát, mint hogyha a gerinced nem engednél, hogy... Kettes. Uh-huh. Jó, már megint eső van. Lőjenek csak lefele. Egyik lejött. A kutya lúdját. Brady Kim. Azt hallottad? Egyébként. Hm? Brady, ha itt vagy, akkor kérem jelezz. Ja, itt vagy, jó, oké. Hát azt tudtad, hogy a lópacához képest a szamárfasz az kutyafasza? Mara. Elment a raj. Uh-huh. Jó, megint viharva. Jó. Be van töltve, be. Utolsó 60 a második dobozombu. Nekem van betöltve 6, még van belőle 7 a zöldből. Aha. Meg van még egy teljes dobozod. Igen. Nagyjából ott tartunk. Jön egy csapat. Melyik irányból? Nap irányából hallom. Keletről. Te már megint hazudsz. Nincs is nap. Keletről. Á, ott vannak. Vannak 5-ös. Akkor 4 lejött megint. Ó, de jó, hogy három felé mentek. Nézd már, ott a nizé zuhan lefele. Aha. Hát szép volt. Hagyd a francba, azt nem fogod megtalálni. Annál messze van. Egyik az úgy jött lefel, hogy ilyen zuhanó repülésbe állt egy helyben, és akkor pam. Látnád a izét, a minek hívják ott a hólúd, vagy mi a faszom az a
nem hollúd, hanem a sarki lúd. Az, uh-huh. hogy zuhan lefelé. Na, az öcsém. Az fó szerint zuhanó repülésbe jön le. Uh-huh. Kurva magasan megy, és akkor húzgyi lefelé. Nem húz ilyen kondenssíkot maga után? De, foscsíkot húz. Foscsíkot húz egyenesen, mert a szája nyitva van. Azt a belén keresztül megy a nagy végre. A húzat, ha kiviszi belőle. Ahogy féregteleníti magát. Ja, értem. Ilyen sárga-fehér csík marad után. Itt szó szerint esik a pénz. Egész pontosan. Úgy, ahogy te mondod, Bránint. A régből, érted? Jó adja a lóvét. Jó, hát... Én szeretem az újas ludozást. 589 eddig. Nekem 18 elejtéssel. Ugye szerintem neked azért azonosít többet, mert te többet csináltad, mert is neked hamarabb beazonosítja a fegyver. Hát, lehet. Előrébb jár a fegyverem már, persze. 20-as a max a pumpásnak, de azt hiszem minden fegyvernek. Hát, ugye én most kezdtem el használni, tehát ez nem tudom, hanyas lehet most. Nem tudom, mennyit lép ilyenkor. Szerintem 2500 újas lúd nekem már meg lesz a mai nappa, de lehet még több is. Most a 12-es pumpás volt 7000 valamennyi, azt hiszem. Valahonnan vannak hangok, nem? Én is azt figyelem, hogy honnan. Vagy csak be. Igen, nagyon jó árról van most. Nem, valahonnan jön. De nem hallom ezt a geci dörgést. Hamarra van az erdőn. Erdő felül. Aha, igen, nagyon sadnán hallom. Nagyon lent mennek. Több helyen is volt már kirakva nekem a cucc, de... Én ezt a helyet... A gyári lőszer jó bele. Nem kell persze. külön venni hozzá. Persze. Azért vettem meg ezt. Én nem kell költeni lőszerre. Hát, igen. Hát, igen. 68 a 10-esbe a 30 darab. 68 gems. A 30 darab. Mi legyen a következő vadász verseny? Én nem mondok semmit. Brady kitér a hitéből. Hogyha? Nem mondod? Aha. Na majd erre vissza. Kitérünk rá, hogy mi legyen. Réli farkas, jó, de hát ezt meg kell szponzorálni, ezt a versenyt. Ezer gemc, kicsit húztad azt, hogy az orrát, de adtam neki más egyebet. Jaj. Természetes fizetőeszközzel szolgáltál. Természetesen gyulaltam neki, igen. Megint valonnan. Kipákolnak. Már elfele mennek az erdő fölött. Az nem igaz, ott jönnek négyen. Most már látom. Küldjem is őket? Bum-bum. Nem tudtam. Már nem húztam följebb azért a nézetet. Aha.
Nem baj, direkt vártam, hogy mondom eltalálod, de mondom nem jó, akkor majd lehúzom. Még belefért a tízesbe, bőve. Tízesbe, igen. Békát nem lehet lőni, ilyen a dzsungel békát tud ilyen nagy két kilósat. Meglőne így, aztán szétpukkanna. Fúj! Nekem a varosz élményeim vannak, én félek a békától azóta. Egy lakodalman voltunk, egy sportcsarnokban. De rengetegen voltunk, vagy 300-an. Gyerekek, mi gyerekek, összegyűltünk, és ugye éjszaka kimentünk. És valakik fogtak békát. Megcigarettáztatták, de megdöglött a béka. Utána elkezdték dobálni. És természetesen az én arcomon landolt az egyik béka. Fúj! Fúj! Sose fogom elfelejteni. Voltam vagy, hát nem tudom, 10-12 talán. Jó, hagyd abba, mert már borcsózik a hátam. És tudod, este volt, éjszaka, közüldegi világítás, alig. Jött a részpöcsű, bagoly. Úgy, igen. Fütyült kettőt, hogy hú. És ráadásul ez a sportcsarnok egy park mellett volt, ahol rohadt sötét volt, mert ugye tali volt fával. Hoppala, onnan jön egy csapat. Aha, hallod te is, én is hallom, hogy jönnek. Egyfelől. Igen. Ötös. Igen, négyes. Ötös. Hatos. Az hatos, tényleg hatos, aha. A három le is jött. Négy. Három, ja, három. A negyedik. Megfeleztük a bandát. Várj, ezek hagyj forduljanak egyet. Magasan jó. Vannak. Magasan még, persze. Jön a többi is. Jön a másik három is. Jó. Akkor várjunk még vele. Hadd forogjanak. Jó. Menj már faszomba! No, hát az egyet tudtam belőle kiszedni. Én meg egyet sem. Vagy kettőt? Hát nem is tudom. Lehet, hogy kettő volt az egy. Hát az hogy? Hallod? Kétszer eltáltam és megemelkedett kétszer, bazen is nem esett le. Itt van, jönnek még. Ó, behúztam fülem farkam. Azt nem kell, csak elég a legugóz. Teresd a testem, bébé. Megugolás, persze, szeretnéd csak. Most neked semmi bajod, mehetsz hétfőn dolgozni. Ugyan nem jön le egyik se belőle, hát. Ne, posztrancsanak már fel. Nagyon gyorsan jöttek a lövések után, mi? A fasz tudja. Ahogy az erengély akarja, érted. Mikor milyen rollt kapunk. Elég jó rollunk van. Ahhoz képest. Elég jól jönnek le. Na, abból jön. Jön. Négy darab. Hol vannak? Ott jönnek az erdő, vagy ezért felől. Ja, látom a hegy felől. Mert...
a baj, hogy korán kezdtél rájuk lőni. Hát azt mondtad, hogy mehet. Hát tesó, hát ne idegesítsél már fel, engem hibáztad. Mindig a kisebbet kell. Hát, ja. Jó, na jó, egy darab lőszerem van, úgyhogy dobnom kell be. Azt is lőd el azt az egyet. Hát lőd el a picsába, ingyen van. Nem darabon lesz a... Darabon lesz a... Nem baj ez, nem baj ez, nem baj ez. Jó, elbasztuk. Érdekes, újas lúd, újas, igen, újas lúd, és ilyen hülyeségeket kell csinálni, hogy banteng, vagy mi a francokat kell lőni. Hát figyelj, van benne a, mindjárt mondom neked a tizen... A visibly vagy az megvan, ez a harvest banteng, ez kellene. 300-assal kell lőnöd egy bantenget. Az viszi. Na, hát a bantengel, még nem is láttam szerintem. Figyelj, a hetedik. Ennél szopok most a tisztességes izé palack. 100%-os elejtése 50 méterről lőj egy, hogy hívják ott, visibly white. Ugyanaz a vadászat alatt, gyanútlan hím számbár szarvast, állva, dupla tüdővel. A lövés más szervet is érhet. Ejtsel röptében egy újas ludat 17-es HMR lőszerre. Mm-hmm. És ugyanazon vadászat során. Uh-huh. Ez nem, nem könnyű, nem könnyű. Nem könnyű. Basszus. Hát itt komoly órákat lehet rá szúrni erre a játékra. Hát délelőtt ezen voltam. Kettő számbát lőttem meg, az egyiket azt egy tüdő, egy szív. Jó, meg googolva. A másodiknál elfelejtettem, hogy állva kell, az dupla tüdő volt, csak googolva voltam. Mm. Azt mondtam, belehugyozok a monitorba. A konnektorba, az hatásosabb. Nem mondom, bazd meg itt 4 órát itt izé keresgettem, ráadásul erről a köcsök számbárból, meg a sörényesbű, abból nem sok van ám. Hol jönnek? Itt fölöttünk kettes. Nem vagy egyes? Kettő. Egyik lejött. Látod? Aha. Lehet, hogy a másik is lejött, nem? Lejött a másik is. Várjunk még egyet. Aha, hagyd kerüljön még egyet. Mert? Várjál, nem látok rá. Melyiket lövöd? Hát ezt, ami oldalról most jön be. Mehet. Mehet. Ja, hát ez kurva magasan volt, bazd meg. Mi? Kurva magasan volt még. Innen jött az erdő felül, került be, de emelkedett a helyet, hogy süllyedt volna. Amaz is. Kurva magasan volt. Ha? Pedig már kerültek egy sort. Tudom, láttam. Mindegy. Én sem bírtam a másikat leszedni. Mindegy. Csak emelkedett. Nem baj, nem olyan rossz lóvé ez. Nem, hát jó, izé. Most meg tényleg hoppá, nem lehet. Az Alex lecserélte izéjét, a kinézetet. Milyen a logót cserélt. Ja. Tényleg valami volt, valami jött, valami izé, csak le van némítva a telefon, mert nem foglalkozom vele hétvégén. Néha rá szoktam nézni. Jó, parasztmap. Ha ide jó lehet az. Mm-hmm. Ma 19:49-kor. Mi?
Indított streamet. Mi? Nekem nem jött értesítő. Hát a Discordon mutatja. Nekem nem volt értesítő. Na, mindegy, srácok. Ránéztem, de nem megy a stream neki. Na, úgyis itt mindjárt hamarosan végzünk, mert lassan el fog fogyni a lőszer is. Neked. A 26 darab, az nem olyan sok. Hát jó, még azért. Azért még abból lehet lövöldözni, csak nem úgy. A hatosával még el kell pufogtatni. Igen. Megpufogtatjuk. Amarra leszállt egy csapat. Lehet hallani, hogy zajong az erdő. Olyan más hangjuk van, mikor szállnak le. Mikor kiválik a izzéb, úgy víz hangzik az erdő. Igen, igen, igen. Eleinte nem értettem. Az első egy-két vadászatnál. Jöttek a... Adonnél már kurva anyja, egy se esik le, bazd, mert nem találom el. Hát mondom, ez hülyeség. Hát elébe lövök egy kicsivel. Elébe célzok. Nézd, megmondom, nem esik le. Próbáltam, mikor szemből, akkor se. Mi van ebben? Mikor eleinte egyedül elkezdtem vadászgatni, tudod rá. Majd nézem a izzét, mondom, ehhez valami izzéke. De akkor se sátor, se dikó, semmi nem volt, tudod. Az egy lövető volt, azt abban pufogtattam. Elkezdtem picabérőt, a dom, a, fönn voltam a hegyen, azt lotrepültek el fölöttem. Hát, nézd meg, egyet sem bírok lelőni. Na, azt utána rátaláltam a Ropinak a videóira, akkor mélyedtem jobban bele. Az nagyon érthetően elmagyarázta ez a fickó. Mit, hogy merre, hány méter, milyen fegyverrel, hogy... Kezd elfáradni a szemem, és már kezd gyújúzni. Jaj... Lement a másodikról is. Nem, a szünetet tart a játék. Szerintem szedjük addig össze a lobot. Jó, megyünk, összeszedjük. Van teríték. Só, János, Onondex, János. Végén János élet a 19 gems. Ez is Jancsi. Jancsi bácsi. Ó, ott van egy. Úgy kettő is van egymás mellett. Itt is volt az elém. Az egyik az enyém volt. Másik meg a tiéd. Na jó. Én 55 gems, te meg 64. Valahol jön egy csapat. Ezek úgy maguktól leszálltak, hallod? Gyere már! És hol vannak? Nem tudom, a marra zajongtak. De jön egy másik csapat. Jó magasan mennek. Ebből kiválik, milyen zuhanó repülés lesz. Jaj. Lófasz se jön ebből, csikánó.
De nem ám. Jön megint. 2, 3, 4, 5, 6-os. Ja. Megindult a harmadik klap. Három lejött. Itt jönnek. Mehet. Jó. Akkor ez a három megvan. Ja, még egy csapat. Nem. Nem hallom. Nem jó, akkor mehetünk szedni. Jancsi bácsi. Jó, jó. Jó, ebben három lövés van. Ez hogy a picsába? Hát, úgyhogy erre repült már egyszer. Ugyanazok a flakkok jönnek vissza. Csak van, mikor tesz mellé madarat, meg van, amikor kettesével. Ebben is kettő lövés van. Ha. 35 méteres az enyém, 46 méteres a tied. Nincs több? Látok. Itt lett szedve még. Most jó, mert esik az eső megint. Dörök csattok. Megint lefogok. Nálad dörök csattok, nálam nem, csak simán esik. Nem, villámlik is, meg dörög. Nálam nem semmi, csak esik. Igen? Egy simán szemelkül az eső. Ha. Nincs több. Összeszedtük. Most kezdett el villámlani, dörögni. Aha. Picit késik, vagy nem tudom. Az igen. Jön meg az... lesz az 1000 gems. János, meg lesz az 1000 gems. Igen? Aha, 953-ad van. 73, ja. Vagy 73. 28 elejtése, az szép. Aha. Mennyi, másfél óra? Nem tudom. Ez jó, jó jöttek. Jó. Hozzáadod, amit izé, ami még nekem is van. Érted? 853-at. Még mindig nem lőttél nagyobbat. Nem. 66-80. Hello, Zsolt, megint. Hello, hello. Összesen lőttünk, azt mondja, hogy 1006, 1007, 1826-ot, 27-et. Hát meg az előző vadászat is. Hát meg az előző vadászat is. Ott be lett fejezve, izé, tudod, a... Na, liba. Vagy lúd, újas lúd. Újas. Egy darab. Egyes. Na, abból hány darab jön le? Kettő. Egy se. Egy se. Na. Jöjjön már le. Na, úgyis van benne egy lövésed. Hadd nézzük már meg, hol találtad el. Ez az. Hát ugye, hogy szoktunk kezdeni kb. 10 óra.
magasságában. Jó, olyan? Nem, olyan 10 óra fel. Lehet, hogy ez kicsit később lesz. Jön már, mekkora csapat, te kelet felől. Aha, szép, szép. 3 lejött. 4? 4, 5, 6. Húha. Ajajajajaj. Ez hogyan? Mégis ez hogyan? Jó, gyorsan. Hallott, kétszer is meglőtted úgy, hogy megemelkedett és nem esett le. Igen, igen, ez szomorú, ez szomorú. Nem volt elég neki a sörét, amit kapott. És kétszer eltaláltad úgy, mert pont lőttem rá mind a kétszer. Igen, igen. Ja, soha voltál bent a farmod egyébként? Megnézted a szőlőt, hogy hogy áll? Ha nem, akkor még ma én még bemegyek, megnézem. Kétszer is meglőtted úgy, hogy megemelkedett, az kevés volt neki. Igen, igen, tudom, láttam. Abban megint 3 lövés lesz, a legközelebb lelőjük. Ja, Roland, hello, hello. Milyen érdekes. Meg van csinálva a játékba ez is. Még kevés törétet kap, akkor nem... De érdekes olyan, mert a legutóbb is már ott volt, hogy 6/6 volt az érése neki. És mégis... Na jó, hát nem baj, akkor majd... Megnézzük. Alex az már le is nyomta, nem? Nem megy neki a stream. Nem tudom. De nem, úgy, nem a streamet, hanem a szőlőt. Ja, persze, ő már lenyomta, igen. Hamarabb ültettük mi, mint ő, az mégis ez ő, már ő leszette a szőlőt róla. Érdekes, érdekes. Hegy felől jön, egy. Úgy látom, egy jön a hegy felől. Igen, Soja, el tudjuk intézni, persze. Vagy az nem az? Az nem. De az az. Ó, hol? Egy magába. Ott a hegyfel, ahol a denevér kering, kicsit hátrába. Jaj, tehát az... Most van a fehér felhőbe. Igen, az egyes, aha, az rohadt messziről. Figyeld meg, hogy lejön. Vagy mégse. Mint az nem jött le. Mekkorát izé csikartalson. Az a bennőd volt. Aha. Csaba Tarsoly. Csaba Tarsoly, nagyon-nagyon szépen köszönöm a PayPal-os támogatást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem jött le. Pedig azt hittem, hogy lejön. Dollárt küldött azért, nem eurót. Köszönöm szépen. Köszönöm, Csabuskám, köszönöm szépen. Dollárt küldtél, nem eurót, tesó. De nem baj, köszönöm szépen. Az is jó. Persze. Mi az én lennék bátyám, nem baj. Nem, Csabuskám, hogy ne? Tudom, hogy te vagy. Tudom, hogy te vagy. Köszönöm szépen.
Akkor még egy csapat lement. Következő hónapban, srácok, lesz valami tárgy nyeremény, jó? A csatornán, majd kitalálom, hogy mi lesz egész pontosan. Ugye, mint említettem, hogy a Twitch irányából beérkezik az összeg, amit ti általatok összegyűlt, akkor lesz belőle majd valami, és azt majd valamilyen játék folyamán majd ki fogjuk sorsolni. Jó? Majd kitalálunk valamit. De az biztos, hogy csatorna pontos kiváltásért lesz majd a nevezés, úgyhogy ezt majd így. És én már szerintem tudom is, hogy mi lesz. Egy egész asztalos világító szélű egérpad. Ez a 80x30-as, 40-es, valami ilyesmi. Hegyfelől. Érkezik a brigád. Te csak egy Yamahát szeretnél. Én meg egy tűzpiros Ferrarit. Igen? Jó. A Porsche Skyja is megteszi. Nekem jó lesz az egérpad is. Oké, sajnos. Volt olyan is. Ha megérkezik, srácok, akkor úgyis fogok jelentkezni ezzel kapcsolatban, jó? És akkor szerintem február vége fele. Vagy nem február vége fele, január vége fele, tehát még akkor ebben a hónapban. 12, akkor van a hónapzárás. Jönnek, öten. Látom, akkor van a hónapzárás, így majd meglátjuk. 60, 70, 80. Még várok, jó? Azontat vársz. Hát én meddig várjak már? Hova teszem a sárkányom? Hát hova teszed? Hát mit tudom én? Kettő lepottyant. Mi? Kettő lepottyant. Egy itt vergődik az... előttünk a vízbe. Igen? Jön egy csapat a hegyfelől. Ja, tényleg itt van, aha. Az a baj, mikor lejönnek, ha most öt is jön le, vagy hat jön le, hogy nagyon szétválnak. És nem egyszerre fordulnak ide be. Hát, nem mindig sikerül úgy hívni őket, hogy egybe maradjanak. Jó, de ez nem a te hibád, nem azért mondom. Persze. Hanem így nagyon szétválnak. Az egy kettes. Még ha látnám is. Ja, a fármas. Hármas. De az nagyon messzire van. Elfelé tart. Amikor leválnak, mintha egy picit meg is változna a kinézetük. Ugye? Olyan hát más. Mert széttárja, az szárnyuk, ahogy kivillan. Aha. Szárnyuk. Másképp. Egyébként ezt az egérpadot én ezt már november óta tervezgetem, csak
ez az oldala nem engedte. Válságba. Igen. Mindenhol. Most eszembe jutott erről a PayPal-os dologról, hogy szerintem te voltál az Csabus egyszer, akartál küldeni akkor is, csak nem küldted, hanem kérted. Aztán visszavontad, azt láttam, szerintem te voltál, nem vagyok benne úgy biztos, nem akarlak ezzel most leírni. Csak emlékszem rá, hogy egyszer valaki nem küldte, hanem kérte az összeget. Nem emlékszem már, ez már jó régen volt. Ott van megint egy hármas. Már kiállt a nyakam, hallott fölfele nézni. Hát te hülye vagy. Nem jöttek le, pedig úgy hallottam, mintha azt mondták volna, hogy jövünk. Jönnek. Pedig van hangjuk, aha. Jönnek. Kettő lejött. Három. Kempingszuszban nincs kempingszék, abból kényelmesebb lenne. Hát igen. Majd mondom is Dexnek. Jön egy kettes. Ha mind a kettő le is jött. Nagyon jó. Ezt pedig most lövöldöztünk. Aha. 10 darab lőszerem van. Elfogytam. Valósi abortus. Lelőtték a gólyát. Igen, nagyon jó. Na, 7 darab lőszer, meg az az egy darab, amit benne hagytam az előző csomagba. Uh-huh. Jó. Egyfelől egy. Amott mennyi. Abból nem fog lejönni egy darab se. Jóha. Töltsed már. Figyeled a nagyot, én figyelem a hármasat, jó? Jönem ebből egy, kettő. Így kell csinálni ezt a mora. 6. Jó, 6 darab lőszer. Neked is, nekem is. Meg az egy darab, ami az ébe van, tudod, a előző csomagba. Júj a hegy felől. Have a break, have a KitKat. Gyertek le. Gyere le! Nem gyűvök! Gyere le! Nincsen a segítbe ezeknek mágnes? Ja? Jön. Jön? Jön. Kettő, négy... Öten. Öt az? Nem hat? Aha, öt. Hát azt hiszem, hogy szerintem ez az utolsó lövések, mert...
Jó, el is fogott előszerem. Be. Beakadt a hang megint. Igen. A közelhívó, igen. Na jó van, tesó. Jön egy csapat, maradj. Hát egy darabon, egy darab lőszerem van. Kettő úgy jött. Na jó van, szedjük össze. Na, beakadt az a buzi hangja. Három lövés van, kettő Dex, meg egy tőlem. Beakadt még mindig? Most kiment már belőle. Akkor jó. Van egy pár darab. Hét szóródva. Aha. Hatvankilencet lőttem. 69 gemset. Az jó. Ebbe János, is János. Kettő lövés, 76 gemszes. Na, 25... ja, pumpás szintet emelkedett. Aha. Az jó, hanyas szintre lépett? De azt nem tudom, mert azt nem tudtam kiértelmezni belőle a szövegből. Egy, kettő, három lövés. Bocsánat, éppen karatéjoztam. Úgy volt, ahogy mondtad, de nem értem, hogy akkor bocsánatot kértem, ha jól emlékszem, így most meg nevetség tárgyává teszel, ezt nem gondoltam volna. Hát, Csabus, nem nevetség tárgyává tettelek, csak na, vicces volt. Vicces volt, de teljesen mindegy. Nem kell ezt komolyan venni, tudom, nagyon jó. Az imád a kövényt, hogy szamát faszát. De tudod miért? Mert az a lófaszához képest kutya fasza. Na, nincsen több, szerintem. Karatéjoztam, hogy mivel karatéjoztál az asszonyja, vagy mivel? Mivel? A virslivel a hűtőbe. Ja, a blitzbe. A tankos blitzbe. Ezt megtaláltad egyébként? Nem. Ott valahol nagyon messze esett le. Van nálad 300-as? Nincs. Csak így az van. Az is jó. De hát már 9 óra elmúlt a só. Jó, úgy csak mondom, hogy ezért már, hogy elindultál erre megkeresni a ludat. Már onnan a bantenger találkozunk, le bírod durrantani. Hát... nem tudom, hogy meddig. Ezen a térképen szerintem még nem is nagyon kolbászoltam. Hát figyelj, volt olyan része, amit én is ma jártam be. Megvan. Megtaláltad? Meg. Akkor én kúra messzire elmentem. Várjál, ez nem az, bazd meg. Ez azért vízibivajnak a kakája. Ja, ez is az.
Mi volt én nekem a vízibi baj kijelölve? Ja, lehet, hogy a hangra nyomtam rá. Nem tudom. Akkor lehet, hogy nem a madarat láttam én, hanem a vizét. Vízibi bajnak a nyomát. Pedig valahol itt esett le. Ennél messzebb. Tehát megette a róka. Lehet. Itt nincs is róka. Gedeon Gunnart. Elfogyasztott a jó ízűen. Egy hím vízibi baj. Itt beülgött. Beülgött megint? Aha. Vízibi baj. Itt van nem messze. Várj, akkor hagyj jöjjek. Gyere. Még azt csak meg pukkantjuk, hogy valamit csinálunk vele. Na, hát teszem már a telefonom, mert már 18%-ra lemerült. Srácok, itt van a nézé, liba. Hol? Megvan. Az enyém volt, hallod? 43 méter. Hány méter? A tiéd meg 187,3. Az jó. 52 gems, mit akarsz? Jó lett. Hát azért mondom, hogy kár lett volna hagyni. Aha. Jó, messze esett le. 70 méterre vagy tőlem. Lefekvési értesítő, vagy emlékeztető? Telefonom már jelesse. Na, figyelj! Én 1068,9, tehát 1069 gemset lőttem. Húha! 1453 gems. 1453-at, hát 1454-re fogja számolni, és 0,60 ponttal beelőzté, 76-osat lőttél legnagyobbat. 26 azonosított állat. 38 elejtés, nekem meg 27. Ott a banteng. Mi? Ott a banteng. Vagy bivaj, vagy mi a faszom az? Várja. Az vízibi vagy nőstény. Az sem nem fizet? Hát fizet. Ilyen 6-8-10 gemsöt. De gyakorlásnak jó. Fejbe lőjed. Vagy legalábbis a izét próbáld meg nagyon ott a mellső lába közepét. Ne beleselőjél. Nincs hívója. Nincs. Ez cserkelős. Ez egyébként támad is úgy csináld. Ha nagyon közel mész hozzá, akkor elkezd kapar és neked ront. Gyere erre föl. Nincs nálam fegyver, csak a sörétes. Nem hoztam a 340-et. Ez? Ez a hím. Itt van a hím is. Ott a... mekkora szarva van, keci! Ott megy a hím a izén a... kettő is! A hátsót! 64 méter. Ez még sok neki, nem? Ezer... Ez sok, aha. Nem? A nyílnak. Gyere még közelebb. Bazd meg! Hallod? 895 kilótól 1290-ig írja. 290 pont a maxja neki. Kettő hím is. Mekkora nagyok. Húha! Ez veszélyes. Uh-huh. Felök lehet. Simán eltapos. Majd arrébb ugrok. Aha. Erre gyere felém. Mert erre tartanak. Hidratálás Zulu által. Zulukám, most? Éppen ebben a pillanatban? Megállt. Már figyelt. Hát ez egy kezdő vízibi bajnak, ez nagyon jó lesz neked. Köszönöm szépen, Zulukám. Állna már meg. Az szép vízibi baj. Az tényleg a izébe tartozik. A szépek közé.
Mi lehet az első feladat? Figyeljen meg. Hát igen, valami olyasmi. Szia, Zulu. Nyomolvasás. Megfigyelés. Kakkatalálás. Ilyenek. Oho, valamelyik már brümmög. Gyere ide gyorsan, mert izé támadni fog valamelyik. Ott jön, rám fog támadni. Ú, bazd meg, mind a kettő támad. Húzz fel gyorsan. Eltaláltad? Egyik fekszik. Akkor jó. Másik nem érnek. Jaj. Melyiket lőtted, a nagyobbikat? Nem tudom, hát amelyiket láttam. Szerintem a nagyobbikat. Hú, mind a kettő. Nagyobbikat lőtted, jó van. Fasza. Na, tessék. Az első. Most a kurva. Mekkora szarva van, geci. Majdnem összeér. Hallod? Ez szép találat volt, baszki. Hát 1082 kg. Hát még az 1200 a plafon nála. Kilóba. Szép nagy izéje van neki. Akkor a szarva nem fér a fényképbe bele. Az biztos, hogy dupla tüdő volt. Azt mondja, Solya, ez mi ez a mamut, a te jó jég? Vizi bivaj. Na, szép volt. Gratulálok, János. Nem nézted a métert, hány méter volt? Nem néztem a métert, majd de a néztem. Izébe megnézed. A még eleinte, amíg így gyakorolsz a tempointa, azt nem jössz rá, hogy mi a távolság. Addig mindig a nap, a lőlapnál nézd meg a izét. Vagy a lőlapnál, vagy pedig itt bent, hogy hány méterről lőtted, és hogy hova ment neki. Érted? És akkor tudod, hogy hova kell tartanod. A másik az itt volt valahol. Nem, arra elszaladt a másik hím erre. A nőstény. A nőstény az nem érdekes, azt engedd a picsába. A másik hím ez erre ment. Most mind a kettő támadt. Uh-huh. Azonnal feküdt, ez jó volt. Aha. Hát figyelj, itt van a nyoma szerintem. Ez igen, mindjárt. Itt szaladt fölfelé a üzéni. Fáknál. Most én ez a hátunk mögött volt a víznél. Ez bóklászós nyom, de... 9-10-12 gemset adnak. Ha ma 17-20 gemset, az már nagyon szép. Lehet egy ilyen verseny is. Legnagyobb vízibivaj, meg a legnagyobb nőstény. Csak hát kérdés, hogy mindenkinek minimum íja van-e hozzá. Na majd ebből csinálok egy felmérést akkor, hogy miből, kinek milyen fegyverei vannak, jó? Csinálunk egy listát, és akkor mindenki szépen bele fogja pipálgatni, jó? Kinek milyen fegyvere van. Megvan a menekülős nyom. Jó, csak ne sétálja utána, mert meghallja. Én jártam már úgy, hogy feküdt. Mert ugye ezek is lefekszenek. És nem vettem észre. Bokor mögött izé feküdt. Nem vettem észre, elmentem mellette, főkert. Már nekem is rongyult. Jó, kezdettem a háztól. Hámadon visszaszaladok oda, ahol tartottam. Uh-huh. Útközben még egyel találkoztam. Megint fellökött. Megint vissza a házhoz. Nőstény. Remélem nem támad még. Az itt van mellettünk, ott a bukorba.
Nem, azt meghalod, mert ilyen bó előtte csinál ilyet, az kapar. Már van a nyoma. Itt előtted, itt. Ez-e? Már én még nem vettem fel. Nagy testű állat nem fut el 100 méternél többre. Azt mondja, az még nem késő, hogyha azt hallod? Kérdezi a sója. Nem. Nem, mert ha fegyver van a kezedbe, fejbe lövöd, az rögtön lefekszik előtted. Jó, csak ez mire belebe teszi a nyílveszőt? Hát jó, 340-esnél meg a... Mondjuk a 300-as az nem etikus rá. Az az érdekes. Pedig simán lelőttem már vele. Támadt, aztán nem volt nálam más, csak a 300-as. Milyen jól néz ki ez a pálya, Isten. Aha, hát olyan esőerdő, vagy milyen faszom izé. Aha. De jó amúgy. Még rendesen vannak olyan helyek, ahol fókok szaladnak. A lábad alól fő csattan a pók, szalad előtted. Mint más pályán, hogy pocok van, meg mit tudom én ilyen. Közel vagyunk hozzám, mert kis karikava. Valahol itt van előttünk. Erre elfordult. Neked is kis karikava? Aha. Hát ha nagyon olyan, akkor mászál fel a fára, jó? Mit? Ha nagyon olyan, akkor mászál fel a fára. Nem tudok fára mászni. Már morog, hallod? Ez támad. Arról. Ott. Jó, látom. Ott. Jön. Várjál még. Most lőjed. Az hova ment? Nem tudom. Benne van? Nem tudom, nem látom. Vagy a bokor megfogta. Nem, jó, ez tüdőszív, jó, várja. Tüdőszív? Tüdőszív, aha, várja, hagyj. Jó, szép. Azt hittem, hogy a bokor megfogja. Jó, messzirű támadt. Hagyj vérezzen ki, mert... Nagy testű állat, sok vére van. Majd elfut egy 50-80 métert, azt akkor utána megállasztott, szépen kivérzik, összeesik. Nem kell rögtön menni utána. Ja. Tüdőszív. Nem az. Belső. Ja, de az. Mekkora vérplacsni van, mi? Nagyon szép. És, hát még, egy... és még mennyi minden van, srácok, amit még, amiről még nem is nagyon láttunk. Hát, pumát láttál már? Persze, mert megmutattam. Még hol előttem a 100-valahány gemsét. Mennyi volt? 140? Vagy 120? Valahogy így volt a nagy hímpuma. Ja. Azt is csak azért láttad. Hát ha még két nyom után nem lesz meg, akkor csak egy tüdő. Itt lesz már menekülős. Még egy menekülős nyom, és ha utána nem lesz meg, akkor csak egy tüdő. Akkor még legalább 6-ot menni kell utána. Még legalább 6 nyomot. Elég szépen vérzett pedig. Na, merre fordult-e? Nem tudom. Ugye ott egyenese. Hol a picsába van a nyom? Azt nézem én is. Valamár elfordult. Nem, itt van előttünk a nyom. Itt van lent. Ja, már azt hittem, hogy már nem fogjuk megtalálni. De, dehogy nem.
menekül. Most már a következő nyomnál feküdnie kell, ha dupla tüdő. Felakadtam a fába. Ott fekszik a túloldalt. Nem az? Nem, még él. Várj, itt van, itt fekszik. Itt van, aha. Most döglött meg pont. Még mikor ránéztem, még felvillant, hogy él. Uh-huh. Mi lett a végzete? Fej, kóponya, lakocka, csont, jobb tüdő. Aha. Azért mondom, egy tüdő volt. 1200 kg, 51 gems. Vagy 1200 kg, bocsánat, nem 1200, 1200. Azért mondom, 1200 nem lehet, mert akkor nem 51 gems lenne. Megvan két vízibi vajod. Jó. Számbál, szarvas, menekülős. Uh-huh. Jó ez a time point, vagy mi a faszom fegyver ez. Time point. Így ezt mindenre lehet használni, ez van jó. Aha. Hanem én az ilyen 30-40 métereket szoktam. Ületés teljesítő belépés tiltott zónába. Aha. Ma teljesítettél valamit a vízibi vajja. Na, srácok, megnézzük a küldetést, jó? Hogy esetleg valamit adott rá. Tudod keresem, hogy vízibi vaj? Igen. Tehát akkor V betűnél. Vízibi vaj küldetések. Hát, nem. Látogass meg a Szent Pauli világító tornyot. Igen. A Picaben öbölben. Igen. Azt kell csinálni. Igen. Ez az első feladat. Tehát addig se... megnyitod a térképet, és ahogy van a sátor, attól jobbra lefelé, ami van jel. Ott van. Ez? Igen, az a... Ez a felkiáltó jel. Igen, az a felkiáltó jel. Uh-huh. Igen, ott a izé. Na, majd következőnek akkor vízibi vajozunk. Jó, nem rossz, nem rossz a... Úgy is kell nekem mizé. Úgy is kell nekem 100%-os elejtés. Kell számbárszarvos állva dupla tüdőve. Meg egy 17-es HMR-re. Jó, van. Nem nehéz. Lehívom, jön szembe, az a kupu, egyet lelövök belőle. Jó van, szerintem akkor legyen ennyi mára. Legközelebb akár. Jó. Legközelebb lehet bibajozni. Bibaj. Jó. Erre lőttem. Erre lőttem. Szembál szarvas meg kokkó. Erre lőttem valahol ma a dupla tüdős. Nem néz ki rosszul a térkép egyébként, hogy ez a táj. Srácok, mit szóltok hozzá? Hogyan tudom kiszedni a játékból egy komplett listát a játék nevekkel, vagy a fegyver nevekkel? Van-e rá valami mód? Wikipedia. Wikipedia? Esetleg majd meg tudnád linkelni? Nézd hát nekem. Ezért, ja, hogy a fegyver. A fegyvereknek a listáját a Wikipedia-n azt megtalálod. Aha, jó. Na, srácok, papír plusz faxtól okésolja. Te fogod írni, én diktálok, jó? Utána papírra, amit leírte, az rányomunk egy Ctrl-C-t, jó? És akkor Ctrl-V-vel bemásoljuk a izébe, a Discordra, amit szólsz hozzá. Úgy. Na, jó van. Texi bácsi. Köszönöm szépen a játékot. Jó volt, ügyes voltál. Jó volt, ügyes voltál. Büszke lehet rád a fővadász úr is. Remélem, hogy az.
Szép volt a két vízibivaj elejtésed. Szép. Mindjárt megnézzük, hogy statisztikában utolsó vadászat. Gondolom ezt majd kell. Itt van már benne a bivaj. Itt van benne a bivaj, úgyhogy... Water Buffalo. És én már ettem ilyen buffalo húst. Na ez ki a bánat. Akkor mindenki összefirkálhatja a monitorját. Igen, igen. Megjelölt valami Ancient Trail Runner 105. Igen, a Discordról. Mit? A Discordról. Az egy is Discordról lesz. Jelölt meg? Igen. Na jó, bocs, eldobtam. Jelöljön meg újra. KTM Zsolt. Ja. Fasza. Eldobtam, nem tudtam ki ez. Máskor írjon már, legyen szíves, mert így, hogy megjelöl barátnak, azt nem tudom ki, így el szoktam dobálni. Persze, nekem írt a cseten, hogy bejelöllek benneteket, csak elfelejtettem mondani. Ja, jó, köszi. Bocs. Akkor majd visszajelöl újra. Oké, hát rengeteg liba volt, hogy mi ez, Gunnar vagy Gedeon? Kujjas loptérje. Lúd. Összjátékidő statisztika. Szépen jöttek ma. Ez micsoda? Az melyik fegyver? Van megint 19.115 gemsem. Jaj, mire költsem, basz meg. 14 lövésből, amit a mai nap a 10 pointtal lőttem, 14 lövésből 11 elejtett vad volt. Az jó. Tehát összesen 3 hát ment mellé. Jó, a fújkánál lőtték kettőt. Igen. 91,67%. A izével, a shotgunnal, a izé shotgunnal, a simán 12-essel, nem a pumpással, ott 100%-os találat és elejtési rátán van. Az egy csövűve? Aha, igen. Az alappal. Igen. Ha jól látom, a 300-assal 184 lövés, 140 elejtés. Hallod, a farkasölő pisztolyjal, tudod mennyi lövés volt? Mennyi? 388. Azt hol nézed? Hát az összjátékidő statisztikában. Ahol van az utolsó vadászat, ott van mellett összjátékidő statisztika. A farkasölővel 388 lövés, 110 elejtés. Nagyon-nagyon durva. Az volt az összes, itt van az összes légyülő galóca, ízletes varkánya, a gombák, amiket norvégedény, bizánci érme, hollótól, zöld ajándék, kék ajándék, mindegyik. Aha. Miből mennyit találtam? Megtett távolság, 243 kilométer. Nekem a izé legjobb a nyílpisztoly. Vadászati időtartam, 5 nap, 1 óra, 44 perc. 99,46%-os találati pontosság. Mert készségek. Pointnak. Alaszkai vagyú, banteng, bölény, barna medve, mire nem lőttem még? Fehér farkú hófajdra, arra még nem lőttem. Grizzly medvére. Hallod, tudod, hogy mivel a legrosszabb a statisztikám? 22-es pisztolya. Igen. Aha. Kendermagos réce, kanadai vadjú, kormos réce, nyílfarkú réce, puma, sarki lúd, sziklashegységi vapiti, szürkefarkas, tőkés réce. 504 ezekre még nem lőttem. Abszolút, semmi. Ja nem, újas lootból 1572-t ejtettem el. Itt vannak a fegyverek. 243-as, az level 3-as. Kanadaiból meg 650.
43-as, mi van még itt, amelyik puskám? A 308-as, a pisztoly, az level 8-as. Sörétes puska, 12-es egylövetű sörétes, az level 5-ös. Hol van a pumpás? Tizenkettes pumpás sörétes puska. Hol van az? Én ezt nem találom. Itt van 12-es pumpás sörétes. Az igen, hallod, a 10 pointtal 62,73 méterű volt a legtávolabbi lövésem. A 10 pointtal. 755 állatot. Hogy lehet, hogy figyelj, nekem a Parker Python van, és a vörös sárkány, az is level 4-es. Az hogy? Mert ugyanaz a csigási család. Ja, értem. Aha. Tehát ugye vannak ilyen izék, összefüggések a fegyverek között. Na, a 10 point az level 2-es. A 12-es sörétesek, a 10-es sörétesek, azok azt hiszem egy izén szinten mennek. Tehát tök mindegy, hogy most egy lövetű, vagy hány jó lövetű. Azt uh-huh. Végül is itt van az összes fegyver. Aha. Tehát, ezt lehet, hogy így kellene kikockázni, kiképezni őket. Nem tudom, az rengeteg munka. Hát hány fegyver az? Sok. Hát itt mindegyikből képet csinálni és kiküzölni, az rengeteg. Na, mennyit lőttél az éve? Mivel? 179 lövésem volt az évvel. A farkasölővel. Ez hülyeség. Kép meg 46 vadot, 46 vadot ejtettem el. Sima, hogy tudja a wiki. Ja, lövés. Meg is tudod üzenni? Soja. Gondolom, te olyan üzény vagy, ügyes vagy, hogy te egyből ki nyomod ezeket a témákat. Na, felraktam a fotót az izére. Az egyiket. A Rúza várt Vapiti. Jaj! Ctrl-C. Na, Bálint írt, és JJ. Többi galéri az nincsen. Ezt a kettőt csináltam ma. Na, mindegy, jó van. Oké, és... Micsoda trófeák vannak itt. Ja. Na, 8 trófeák. Na, srácok, akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai tartó figyelmet, a délelőtti streamhez és a ma estihez is. Ugye 5 órakor mondtam, hogy el fogunk indulni vadászni, hát ez egy picit megcsúszott. De nem baj az, mert most maga a zárási idő is megcsúszott. Úgyhogy amit ott elkészünk, azt itt most bepótoltuk a végére. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem tetszett az a vadászat. Jó volt. Megcsináltuk a Vapitit, megcsináltuk a Tempointból egy első küldetését. Lőttünk, mi az? Réri farkast. Egy csomó pulykás azért feladat, vagy pulykát is lőttünk, és a végére az újas rudak után pedig meglettek ezek a vízibivajok. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, jó szakát kívánok mindenkinek, holnap tali farming szimulátorra. Sziasztok, jó szakát, ciao.